Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt a Jászszent László és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése megnevezésű pályázat záró rendezvényén. A 90-es évek közepén Jászszent Lászlón álmodtak egy nagyot, és a kis települések közül elsőnek az országban megépítették a szennyvíztisztító telepet és a hozzátartozó szennyvízhálózatot. Ehhez az rendszerhez csatlakozott Szang község 2001-ben, és az a rendszer hibátlanul és hatékonyan működött. Jönnek új technológiák, és a megnövekedett terhelés következtében sokszor nem megfelelő volt már a tisztítási hatékonyság. Az új jászszentlászlói szennyvíztisztítótelep megépítésének a célja ezen problémák kiküszöbölése, a megnövekedett igényeknek való megfelelés. Példátlan gyorsasággal, példanélküli összefogással megteremtettük a jelen és a jövő nemzedék számára a gazdasági fejlődés és a környezettudatos élet lehetőségét. Erre a keretet a KEHOP források biztosították. Ha elfogadjuk, hogy a társadalomban legfőbb érték maga az ember, így ez a 1,5 milliárd forint csak arról szól, hogy minden jászszentlászló és szanki lakos számára érdemben és a mindennapokban érezhetően érvényre juthat alapvető értékként a jobb és tisztább környezet, hiszen mindenki számára fontos, hogy a gyermekeink, unokáink tiszta, egészséges környezetben élhessenek. Ehhez járul hozzá a ma ismert legkorszerűbb technológiával ellátott építmény, melynek a felavatására összejöttünk. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki ebben a projektben részt vett, a kivitelezőknek, az adminisztratív munkát végzőknek, a Jászszentlászlói önkormányzatnak, a Szanki önkormányzat dolgozóinak, és természetesen mindannyiunk érdeke és feladata, hogy a jövőnknek olyan helyszínt, olyan életteret biztosítsunk, ami élhető, egészséges és biztonságot teremt. Büszkén mondhatom, hogyha így szabad fogalmaznom, a 19 szennyvíztisztító telepből álló flottánknak egy ékkövét fogjuk a mai napon átadni. Jelen pillanatban körülbelül 375 köbméter az a szennyvíz, ami érkezik a két településről, és ez a szennyvíztisztító telep egy 512 köbméteres kapacitásra lett méretezve. Egy nagyon nagy feladatot is megoldottunk ezzel a projekttel, ugye Szankról a szennyvizet átemelő szivattyúkon keresztül nyomás alatt hozzuk ide a településre, és eddig Jászszent László településen végig kellett mennie a szanki szennyvíznek, de hála Istennek ezzel a projekttel ez megszűnt, közvetlenül Szankról most már a szennyvíztisztító telepre érkezik a szennyvíz. A jászszentlászlói projekt annak az országos fejlesztési programnak a része, ami az elmúlt 14 évben is zajlott, és hazai, illetve Európai Uniós forrásoknak köszönhetően mára már több mint 1000 milliárd forintot tudtunk új víziközműi infrastruktúra fejlesztésre fordítani. Ennek köszönhetően a magyarországi szennyvíztisztító telepeknek a száma közel megduplázódott, illetve jelentősen javult az ellátásbiztonság az ország egész területén. A magyar kormány számára továbbra is rendkívül fontos a víziközmű fejlesztésekre fordítandó források megfelelő ütemezése. Ennek köszönhetően 2024-ben több mint 200 milliárd forint fog fordítódni víziközmű fejlesztésekre, melynek közel fele rekonstrukciós természetű beruházásokra tud majd fordítódni. Egészséges nép él itt ezen a tájon, és ehhez az egészséghez nem csak lelki egészség, de környezeti egészség is kell. Az, hogy itt egy szennyvíztelepet adunk át, és érintett szinte minden ember az itt élők közül, ez egy olyan példázat, amely egyre több helyen az országban helyettes államtitkárok is erősített ebben, van jelen szerte az országon belül. Igen, nagyon nagy szükség van arra, hogy egy település népesség megtartó képessége, az a képesség megtartó népességen múlik, a képesség megtartó népesség pedig a fiatalok. És valójában itt ez a szennyvíz mű ezt erősíti a tudatban,
köztudatban, hogy Szankon sok egyéb mellett, Jászentlászon sok egyéb mellett ez is értéke a településnek.